Minden európai parlamenti képviselőnek elküldte a demokratikus koalíció Orbán Viktor tusványosi beszédéből a kevert fajokról szóló mondatokat. Deutsch Tamás, fideszes EP képviselő ugyanis ezt a részt kihagyta összefoglalójából. Gyé Német Erzsébettel beszélgetünk. Aki a DK országgyűlési képviselő, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Feltétlenül pótolni kellett ezt a végbe kiáltó hiányosságot? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ha a Fidesz Európa Parlamenti képviselője, illetve azt, ha jól olvastam a hírekben, még Kovács Zoltán összefoglalójából is kimaradt, ugye ő a kormányzati kommunikációért, elsősorban a külföldi kommunikációért felelős államtitkár, tehát ha az ő beszámolójából, az ő összefoglalójából is ez kimaradt, akkor azt gondolom, hogy erről tudnia kell az Európai Parlament minden képviselőnek. Csak ez maradt ki, vagy sok minden kimaradt, ez és biztos, köztük ez is? Ez biztos, hogy kimaradt. Én bevallom őszintén, nem mélyedtem el annyira Orbán Viktor tusnálányoson tett beszédébe, mert pontosan elég volt ez a néhány mondat, ami azt gondolom, hogy nagyon kivert a biztosítékot mindenhol, mindenkinél. Nem figyelt, hogy mit mond a miniszterelnök? Ugye egészében? Hát, vessen a mókusok elé, nem szoktam mindig figyelni, amikor így élesbe elmondja. Természetesen utána megyek utána a hírekbe, mert hát nyilván fontos az a... Jó, nem számon kértem, érdeklődtem csupán. Csak egy képviselő, persze nyilván fontos tudni, csak annyira azért nem büntetem magamat, hogy leülök a tévé elé, vagy bárhova is nézem élőben. De nem akarom elviccelni a dolgot. Azért arra is nagyon ritkán van példa, hogy a magyarországi zsidó szervezetek egyértelműen tiltakoznak, illetve hogy a Mazsihisz vezetője, Eszter András úr egy megbeszélést kért Orbán Viktortól. Én, ha így visszagondolok, akkor nem is nagyon volt az elmúlt időszakban ilyenre példa, mert hát teljesen jogosan nagyon-nagyon sok embernek az érzékenységét, személyes érzékenységét is sértették ezek a mondatok, illetve hát nagyon rossz úton indította el ez a mondat, vagy ezek a mondatok Magyarországot. Igen, ez egy furcsa helyzet. Azt gondolom, ezt a miniszterelnöknek tudnia kell, hogy ez egy speciális helyzet itt Közép-Kelet-Európában, mert volt egy 20. századunk, ami Európában nagyon megtépázott népeket, és hát fajnak nevezett közösségeket. Ugye ez a náci terminológia például a zsidó közösséget fajnak tekintette. Ugyanakkor már elhangzott, és Deák Dániel is hivatkozott itt az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatára, amelyik valóban használja egyébként helytelenül a fajszót, fajra, nemre való tekintet nélkül az egyenlőséget hirdetve. Tehát, hogy mindig van egy magyarázat, mindig van egy de, mindig van egy igen, de nem úgy gondoltuk. Hát nem tudom, ez a mondat elhangzott egy Deák Dániáltól, mert én pont úton voltam, amikor itt fellépett. Ő hivatkozott az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatára. Azt értem, csak hogy ez a nem úgy gondoltuk, hogy ez a mondat ez elhangzott az ő szájából. Én azt gondolom, hogy egy miniszterelnöknek akármikor és akárhol Magyarországon, külföldön, bármikor szólal meg a nyilvánosság előtt, ott nincs helye rögtönzésnek, nincs helye rossz mondatoknak. Ha előfordul ilyen, és ha van egy ilyen rossz mondat, akkor azt gondolom szombaton volt talán a beszéd, hogyha jól emlékszem, akkor szombat óta bőven lett volna módja korrigálni. Nézzük másfelől. Bőven lett volna módja ezeket a mondatokat helyre tenni. Mi van akkor, hogyha ez a mondat nem egy rögtönzés eredménye volt, hanem ez egy kiszámított technika volt. Beszéljünk erről a mondatról, és ne beszéljünk arról, hogy változik a családok rezsiköltsége, ne beszéljünk a gazdasági nehézségekről, a kőolaj kérdésről és Oroszországgal való kapcsolatról, és ezt most hosszan sorolhatnám. Mi van akkor, hogyha gumicsont? Én azt gondolom, hogy Fidesztől ez megszokott, tehát nem lennék meglepve, ha ilyen lenne, de talán ennyire cinikusnak még Orbán Viktor sem gondolnám, vagy remélem, hogy nem ennyire cinikus, hogy egy ilyen nagyon rossz ízű mondatot, és ilyen nagyon rossz ízű, sok embert megsértő mondatot használ föl, és abból próbál egy gumicsontot létrehozni. Nyilván ugye, aki a frappáns mondatok mestere, nagymestere találhatott volna bármilyen más olyan megszólalási lehetőséget, vagy más olyan mondatot, amivel ha ugyanezt a célt éri el, az biztos, hogy, és ha ez volt a cél, akkor ezt sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyire el is érte, de én nagyon bízom benne, hogy a Magyarország miniszterelnöke nem kockáztatja Magyarország hírnevét ilyennel, nem akarja tudatosan megsérteni több százezer, több millió honfitársunkat. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ez inkább egyfajta véletlen elszólás volt, amit persze, ahogy most magamnak mondok ellent, akkor lehetett volna már korrigálni. Az igaz, hogy milyen célra küldték ki ezt a gondolatsort Brüsszelbe?
Azzal a célra küldtük ki, hogy lássa azt az Európai Parlament minden egyes tagja, hogy nem arról van szó, hogy Orbán Viktor és a Fidesz megváltozott, nem arról van szó, hogy ők tényleg tiszteletben tartanák az emberi méltóságot, tiszteletben tartanák azokat a demokratikus alapértékeket, amit egy Európai Uniós tagállamban vallani kell, és amit nagyon bízom benne, hogy val a magyaroknak a többsége, sőt biztos vagyok benne, hogy magyarok többsége ezt vallja. Én azt gondolom, hogy ha úgy, ahogy felvetette a szerkesztő úr, hogy ez volt a cél, hogy elterelje a figyelmet, akkor lehet, hogy ezt ideig, óráig elérte, de ennél sokkal nagyobb a baj, mind a katás, a katakivéreztetésével, mind pedig a rezsicsökkentés megszüntetésével. Én az elmúlt két hétben nagyon sok helyen jártam vidéken, és ott az emberek elmondták, remegve várják a szeptembert, remegve várják azokat az első számlákat, amikor kiderül, hogy pontosan kinek mennyit kell fizetni, akár igen, az áramért, a páragázért. És hát ugye ebbe is amennyire lehet tájékozódni, nem is biztos, hogy mindenki jól számol, vagy jól tudja számolni, mert azért elég sok buktató és elég sok változó tényező van ebben a rezsicsökkentés megszüntetésében. Két dolog, ami most itt össze is kapcsolódik. Látják a kedves nézők, miközben minket néznek, egy másik kis ablakban az, hogy tüntetés zajlik Budapesten. Úgy volt, hogy a Margit hidat foglalják el, aztán átvonultak a Kossuth térre a tüntetők. Egyrészt a katások, másrészt most már kiegészült itt a rezsitől való félelem által az utcára küldött emberek számával. Nem tudom itt megítélni, hogy mennyien vannak. Volt az előbb egy kép, amikor úgy látszott, hogy elég szépen megtelt a Kossuth tér. Önök pedig azt írták ki Gyurcsány Ferenc által, hogy készülünk, mármint a DK. Mire? Egy felelős ellenzéki pártnak, és ugye a legnagyobb ellenzéki pártnak az a felelőssége, hogy készen álljon arra, hogyha bármilyen lehetőség van, hogy ezt a hatalmat megszüntessük, hogy ezt a hatalmat, ezeket a hatalmaskodókat elzavarjuk. Én azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció napokban végig gondolja, végignézi a szervezeteit, és egyáltalán egyfajta készüléssel elkezdi az őszi politikai szezonra való mozgósítani fognak? Hát ezek ki fognak derülni, többet én most nem tudok, nem is szeretnék ebből a dologról mondani. Az biztos, hogy a DK nem úgy tekint erre a nyárra, hogy politikai uborka szezon van. Mi megyünk, csináljuk, tesszük a dolgunkat, találkozunk az embereinkkel, szimpatizásainkkal, azokkal, akik egyébként most teljesen jogosan horgatnak föl, és teljesen jogosan érzik úgy, hogy a Fidesz őket átvágta, hazudott nekik a választási kampányban, hiszen ott arról volt szó, hogy nem lesz adóemelés, no a kata megszüntetése az egyértelmű adóemelés, arról volt szó, hogy megvédik a rezsicsökkentést, nem megvédték, felemelték a rezsit, és azt gondolom, ha most még az inflációról nem is beszélek, illetve a forint-euró árfolyamáról, aki a mai nap, vagy a mostanában jár vásárolni, az azt gondolom, hogy egészen döbbenetes árakkal találkozik. Tehát mind a húsfélék, mind a sajtfélék, joghurtok, olyan ára van most már mindennek, hogy én őszintén csodálom azt, hogyha valaki kisnyugdíjasként egyáltalán meg tudja oldani azt, hogy kifizeti azt, amit ki kell fizetnie, és utána egyébként még marad enni is valami pénze. Tehát mit jelent az, hogy készülünk? Azt jelenti, hogy készülünk, szeptember elején ki fog derülni. Jó, hát addig akkor tűkönülve várjuk. Gyéni Németh Erzsébet, köszönöm szépen. Köszönöm én is, viszontlátásra.